Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Választás. Helyi történések, dr. Navracsis Tibor győzelme. Kezdődnek az út, járda és parkoló felújítások. Felkészül a Juhász Gyula utca. Városnapja. Kitüntetések átadása. Föld alatti csodavilág szerelmesei. Berger Károly díj. Szavaló verseny és vándor kiállítás a gyermekkönyvtárban. Dr. Navracsics Tibor lett a 2022-es országgyűlési választások győztese a Veszprém megyei 3-as számú választókerületben. A Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 99%-os feldolgozottsága mellett a leadott voksok 51,47%-át megszerezve 22.765 voksal jut be a parlamentbe. Kamerákkal délelőtt jártunk még vasárnap a helyi választási irodában és a szavazókörökben, majd délután ismét ott voltunk a szavazatok beérkezésénél, és felkerestük természetesen a győztest is. Vasárnap reggel 6-kor kinyitottak a szavazókörök Tapolcán is, ahová érkeztek szép számmal a választópolgárok. A napközbeni részvételi adatokat figyelve elmondható, hogy az országos átlagnál magasabb volt a részvétel Tapolcán, 78,22%. Délelőtt dr. Iker Viktória, a helyi választási iroda vezetője még csak reménykedett abban, hogy eseménymentes lesz a nap. Estére bebizonyosodott, hogy ez így is volt. Tapolcán fegyelmezetten rendben zajlott a szavazás. Délig volt lehetőség a mozgó urnák kikérésére, amivel többen éltek is. A szavazatszámláló bizottságok tagjai egész nap helyt álltak és biztosították a szavazás biztonságos menetét és tisztaságát. A helyi választási bizottság is egész nap a helyén volt, figyelt az eseményeket, ugrásra készen, ha a rendkívüli esemény következne be. Este 7 órakor zárultak a szavazókörök, felbontották az urnákat, és először az egyéni jelöltekre, majd a pártokra leadott szavazatokat számolták meg, a végére maradt a népszavazási lapok összeszámlálása. Dr. Iker Viktóriát akkor kérdeztük, amikor a választókerületben lévő bizottságok már javában dolgoztak, és lassan érkeztek az első szavazatokkal teli dobozok is a jegyzőkönyvekkel a városházára. Reggel 6 órakor, tehát rendben kinyitottak a szavazóhelyiségek. A nap folyamán, ahogy a részvételi adatokból is kitűnt, nagyon sok, tehát választópolgár felkereste a szavazóhelyiséget, szavazóhelyiségeket és élt a választójogával. Napközben rendkívüli esemény egyetlen egy szavazókörben sem történt. A kollégák és az SSZB tagok részéről nem érkezett ilyen bejelentés, hogy bármi fennakadás történt volna a szavazóhelyiségekben. 7 órakor lezárásra kerültek a szavazókörök, és azóta, tehát folyamatosan érkeznek az előzetes eredmények, a rendszerben ezek rögzítésre kerülnek. Jelen pillanatig, tehát 11 óráig még jegyzőkönyvek nem érkeztek be hozzánk, de most már várhatóak. Ezeket a jegyzőkönyveket számszakilag már ellenőriztük, most formailag történik az ellenőrzésük, és abban az esetben, hogyha formailag, tehát megfelelnek a jogszabály előírásoknak és minden egyéb kitételnek, akkor a rendszerben ellenőrzöttre állítjuk, és a mai, tehát szavazásnapi eredmények akkor megállapításra kerülnek. Ezek csak részeredmények, mert a mai nap folyamán ugye a külképviseleteken is szavaztak, és számos szavazókörben, itt Tapolcán a 3-as számú szavazókörben szavaztak az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok. Az ő szavazataik ma nem kerülnek bontásra, a borítékok nem kerülnek bontásra. Ezeket a holnapi nap folyamán felszállítjuk Budapestre, és a külképviseleten leadott szavazatokkal előre láthatóan szombaton fognak megérkezni, tehát ide ezek a szavazatok, amelyeket a szavazatszámláló bizottság megszámol, ezt követően összeül az országgyűlési egyéni választókerületi bizottság, és ez alapján tehát fogja megállapítani a 2022. április 3-ai országgyűlési választás és népszavazás végleges eredményét. Az eredmény megállapítását követően ugye 3 nap, hogy jogerőre emelkedjen, és abban az esetben, hogyha nem érkezik semmi fellebbezés, vagy
kifogás a választás eredményével kapcsolatban, akkor 3 napon belül, tehát jogerőre emelkedik, és akkor azt követő 5 napon belül a megválasztott egyéni országgyűlési képviselőnek átadjuk a megbízó levelét. Folyamatosan, ahogy rögzítjük az adatokat, ezek a Nemzeti Választási Iroda honlapján megjelennek, és a választópolgárok itt tájékozódhatnak, és ezek az adatok már azért sok mindent előrevetítenek, és valóban ebből már lehet következtetni a választás eredményére. Amikor a szavazatok feldolgozottsága már olyan stádiumban volt, hogy az már biztos állást mutatott a győztest illetően, stabunk felkereste dr. Navracsics Tibort, a Fidesz-KDNP-je öltjét. Képviselő úr, közel 90%-os feldolgozottságnál járunk a 2022-es országgyűlési választásokon, és úgy tűnik, hogy ön a nyertese ennek a választókerületnek. Hogyan értékeli ezt az eredményt? Hát nagyon örülök neki. Ezt nem gondoltam, hogy ilyen jó eredmény lesz, legalábbis ami minket illet. Én úgy gondoltam, hogy egy pár száz szavazaton fog múlni a különbség. Rila is egy erős, beágyazott versenytárs volt. Ezért meglepetés nekem egy kicsit ez a különbség. De jól esik persze. Településenként tudunk különbséget tenni? Hát a városok azért általában nehezebb terep. Hagyományosan Tapolca, Ajka. Tapolca azért, mert Lajos tapolcai. Ajka pedig azért, mert egy nagyon komoly baloldali hagyományokkal bíró város, szocialista polgármesterrel, tehát ezt éreztük kezdetől fogva, de ott is elég jó eredmény, döntetlen közeli eredményeket tudtunk kihozni. Ez egy nagyon nagy előnynek bizonyult a végső eredménye. Mi lesz a következő lépés? Hát el kell kezdeni a munkát. Most ugye a polgármesterekkel le kell ülni beszélni, a Dobó polgármester úr már bejelentkezett, hogy üljünk le valamikor, át kell tárgyalni nyilván a problémákat, azt, hogy hol tudok esetleg segíteni. Ugye ezzel párhuzamosan zajlik az országgyűlés megalakulása, tehát az új politikai ciklusnak az összerakása, és nyilván ezzel párhuzamosan megkezdődik a munka is maga. Kritikaként értelünk, hogy nem tud jelen lenni majd a körzetben, de így van ez? Hát itt leszek, mint ahogy itt voltam a kampányban is. Az elmúlt most már szűk egy évben gyakorlatilag itt voltam minden olyan rendezvényen, ahol meghívót kaptam, és ahol egy év elfoglaltságaim nem akadályoztak meg, úgyhogy ez a jövőben még inkább így lesz. Speciálisan Tapolcán milyen problémákat lát, amiket érdemes lenne első körben megoldani? Ó, hát Tapolca azért az... Ebből a szempontból, hogy nagyon közel áll a szívemhez, hiszen a gyerekkoromat itt töltöttem. Ahogy polgármester úrral korábban beszélgettünk már, itt van egy olyan konglomerátum, a reptér vagy dobólakótelep, volt laktanyák kérdése, itt a vagyon rendezése, illetve esetleges fejlesztések elindítása már, illetve a csapadékvízelvezetés a déli város részben, ahol a talajvíz is problémát jelent. Tehát akadnak azért problémák, látom, és mindenképpen segíteni akarok abban, hogy Tapolca megtalálja azt a stratégiáját, ami a jövőben egy erős, a térség egyik méltán vonzó és szép városává teszi. A politikai ellenfele az már gratulálta. Igen, igen, természetesen. Második helyen végzett Rig Lajos, a DK Jobbik Momentum MSZP LMP párbeszéd jelöltje 19.374 szavazattal, az összes leadott szavazat 43,8%-át megszerezve. A szavazatkülönbség az első és a második hely között 3.391 darab. Az április 9-éig beérkező külképviseleti és átjelentkezett szavazatok maximális száma 2.851 darab, így azok már nem változtathatnak a végeredményen. További eredmények. Sándor Balázs Magyar Kétfarkú Kutyapárt 1031 szavazat 2,33%. Takács Lajos Független 691 szavazat 1,56%. Fórizs Lajos 372 szavazat 0,84%. Az országos listákra leadott szavazatok alapján Veszprém megyében a következő eredmények születtek. Fidesz-KDNP 100.563, 53,41%. Ellenzéki összefogás 63.134 darab, 33,53%. Mi hazánk 13.173 darab szavazat, 7%. Magyar Kétfarkú Kutyapárt 6.198 szavazat, 3,29%. Memo 1.885 darab szavazat, 1%. Normális párt 1.476 szavazat, 0,78%.
Napokon belül kezdetét veszi a több mint 30 területet érintő aszfaltozási munka, amelyre a város 300 millió forintot költ el. Az erről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező cég képviselőjével hétfőn írta alá Dobó Zoltán polgármester a Városházán. 5 hónap alatt a város számos pontján újul meg az út, járda, parkoló. Dobó Zoltán polgármester elmondta, hogy a kormányzati támogatás mellé jelentős önkormányzati önrészt is kapott Tapolca. Köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait, és köszöntöm partnerünket, a Via Mobilitó Kft. Képviseletében, Mátis Zoltán igazgatórat. Szerződést írunk ma alá. Nagyon várjuk, hogy a városban az aszfaltozási munkák elkezdődjenek, úgyhogy ma nem csak a szerződést írjuk alá, hanem az ütemezést is megbeszéljük, és a munkálatok ütemezéséről a sajton keresztül és minden elektronikus felületen tájékoztatjuk majd a lakosságot, illetve helyi kisebb utcafórumokat is tartunk, amin majd megkérjük az ott lakókat, hogy az autóikat vigyék arrébb, meg egyáltalán segítsék elő az aszfaltozási munkákat. A munkálatok mintegy 300 millió forintba kerülnek majd, ebből 245 milliót a belügyminisztérium biztosított számunkra. Köszönjük a közbejárást dr. Navracsis Tibor képviselő úrnak. A 245 millió forint feletti részt pedig önrészként a város teszi bele ebbe a projektbe. Mátics Zoltán, a Via Vomito Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy a Juhász Gyula utcai nagy parkolóval indulnak a munkálatok hamarosan. Az Egri utca a parkolófelújítás, tehát a melegaszfaltos felújításokkal kezdenénk, mert a technológiailag a martaszfalt az inkább a jó időre kellene, hogy időzítődjön, tehát azokat később készítjük. Ütemtervet készítünk, egy nagyjából is sorrendet átadtunk az önkormányzatnak, de ezt folyamatosan lehet korrigálni akár a lakossági igényeknek megfelelően is. Hát a szerződés szerinti kötelezettségünk az 5 hónap a befejezésre, ez, hogyha az április elejét nézzük, akkor az augusztus eleje, szeptember, most ki kéne számolnom. Várhatóan addigra mindenképpen, de várhatóan előbb is be tudjuk fejezni ezt a munkát. Legnagyobb fennakadás az pont az elején, tehát az aszfaltos utak tekintetében várható. A többi járdafelújítások az talán kisebb zavarással fog járni, illetve majd a martaszfaltos útburkolatok készítése a lakóparkban kint. Az, ami még esetleg, de ott hál' Istennek könnyen lehet kerülni mindent, úgyhogy talán nem okozunk ott se nagyobb galibát. Egy parkoló felújításnál ugye az alapfeltétel, hogy üres legyen a parkoló. Általában ez a legnehezebb ezt megoldani, hogy az a kettő ember, aki mondjuk 3 hónapja ott tárolja az autóját, az is elvigye onnan. Amúgy technológiailag, meg műszakilag fel vagyunk készülve, úgyhogy nagy gond nem. A hivatal munkatársaitól megtudtuk, hogy amíg a parkolóban munkálatok folynak, addig a gépkocsikat javasolják elhelyezni a Halápi úti körforgalomnál található önkormányzati zöld területre. Az ott lakók és ott parkolók a napokban külön értesítést is kapnak a hivataltól arra vonatkozóan, hogy mikor tartanak lakossági fórumot számukra, ahol minden egyéb információt megtudhatnak majd. Polgármesteri köszöntővel kezdődött, majd kitüntetések átadásával folytatódott a városnapi ünnepi testületi ülés múlt pénteken a Tamási Áron művelődési központban. Dobó Zoltán ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy a városnapi egyfajta születésnap, egy ünnep, amely az összegzés ideje is egyben. Hangsúlyozta, a Tapolca egy több mint 1000 éves örökség, amelyet a jelen emberének kell megőrizni, gyarapítani és továbbadni az utókornak. A polgármester a test, a szellem és lélek hármasságával érzékeltette, hogy a városnak épített értékeit, céljait, vízióit és humán oldalát, az egymás iránt érzett felelősséget egyaránt szem előtt tartva és gyakorolva kell dolgoznia a jövő generációinak érdekében. Hozzátette, Tapolca az elmúlt időszakban gazdaság és kultúra területén egyaránt előre tudott lépni, amiért van kinek és van mit megköszönnünk. Zárta ünnepi beszédét a következő percekben színpadra lépő, idén és az elmúlt években kitüntetett tapolcaiakra is utalva Dobó Zoltán. A 2022-es városnapi ünnepségen Németh László, a Bacsányi Táncegyüttes alapítója egykori mestere részére Tapolca önkormányzata a város hírnevének öregbítése érdekében végzett aktív művészeti tevékenysége elismeréséül Tapolca város díszpolgára kitüntetést adományozott. Az elismerést néhány napja a Tapolcai Kórházban adta át Laci bácsi számára a városvezetés,
A díjátadón a Tapolcai Média által készített kisfilm idézte meg Németh László és a Bacsányi Táncegyüttes múltjának és jelenének néhány pillanatát, a díszpolgári oklevél átadását. Csank Péter, a Celcom Kft. Ügyvezető igazgatója, az elmúlt 20 évben a Celcom Kft. Ügyvezetőjeként végzett, hozzáértő, magas színvonalú tevékenysége elismeréséül Tapolca Városért kitüntetést vehetett át, ahogy Tapolca Városért kitüntetést kapott Siklósi Gergely is. Gergely a kitüntetést 3 hete a március 12-én megrendezett helyi sportgálán vette át. Vasáros Ferencné gyermekkönyvtáros részére magas színvonalú és sokrétű szakmai felkészültsége, lelkiismeretes és odaadó szakmai tevékenysége elismeréséül Tapolcai közművelődésért kitüntetést adományozott a város. Egyednék Kis Katalin, a Szász Márton általános és szakiskola gyógypedagógusa, a Szász Márton általános iskolában 40 éven keresztül magas színvonalon végzett oktató-nevelő munkája, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődése érdekében kifejtett gyógypedagógusi tevékenysége elismeréséül Tapolcai nevelésügyért kitüntetést vehetett át Dobó Zoltán polgármestertől. Horváth Zoltánné, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézmény vezetője részére kiemelkedő szakmai felkészültsége, színvonalas szakmai munkája, gyermekközpontú és lelkiismeretes intézményvezetői tevékenysége elismeréséül Tapolcai nevelésügyért kitüntetést adományozott a város önkormányzata. Tapolcai nevelésügyért kitüntetést vehetett át a városnapi ünnepség keretében Keszler Gyula, a Bacsány János Gimnázium és Kollégium kollégiumi nevelője, elhivatott és lelkiismeretes kollégiumi nevelői munkája elismeréséül. Magvas Zoltán vezető szociális és mentál higién és munkatárs részére magas színvonalon végzett aktív szakmai tevékenysége, elhivatott, megbízható, példaértékű és lelkiismeretes munkája elismeréséül Tapolcai egészségügyért és szociális ellátásért kitüntetést adományozott a város. Munkatársunk Varga Károly, a Tapolcai Média Kft. Vágó operatőre példamutató közösségi munkája kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül kapta meg a Tapolcai Közszolgálatért kitüntetést. Gyenge Tibor, a Tapolcai Rendőrkapitányság rendőrtörzs zászlósa részére kiemelkedően eredményes rendőri munkája, kimagasló szakmai tudása és tevékenysége, példaértékű aktivitása és magatartása elismeréséül Tapolca város az év Tapolcai rendőre kitüntetést adományozta. A Borbély Kft. Nevében Borbély Tamás vehette át a szőlészet-borászat területén kifejtett magas színvonalú, hozzáértő és lelkiismeretes, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tevékenysége elismeréséül az év vállalkozása kitüntetést. Az ünnepség kulturális fellépői ezúttal a Tapolcai Musical színpad legjobb énekes előadói Baranyai Tóth Kiara, Tasner Réka, Szabó György, Bali Mónika, Kötéljártó Napsugár és Torma Tamás voltak. Az ünnepi esemény később a Tamási Áron Művelődési Központ aulájában folytatódott, ahol Dobó Zoltán polgármester pohárköszöntőt mondott, majd Román Iván, Őri Jenő és Tóth Péter, a Járnányi Pál Zeneiskola művész tanárai muzsikája mellett állófogadást tartottak a város kitüntetettjei és vendégei részére. Kudlik Dávid, a Plekotusz Ballankutató csoport oszlopos tagja, a díj alapítója Berger Károly díjat adott át a Városházán 3 olyan személynek, akik, mint fogalmazott, igen jól ismerik és ismerték a föld alatti csodavilágot és élményeiket, tapasztalataikat, szívesen megosztották másokkal is. A friss alapítású helyi elismerést elsőként Károly Margit, Szilaj Rezső vehette át, és posztumusz megkapta Talabér Ádám András is. Díjalapítók, díjazottak, kollégák és hozzátartozók, szeretettel köszöntöm Önöket a Berger Károly díj átadásának alkalmából. Első alkalommal gyűltünk össze, hogy ezt az elismerést átadjuk azoknak, akik igazán méltóak rá. A rövid bevezető után Kudlik Dávid ismertette a díj alapításának történetét. Számomra a barlangkutatás és a barlangászat, amikor a túrázás a második legfontosabb dolog az életemben, értelemszerűen a családom után. Hát ez számunkra egy életforma, egy hivatás. Épp ezen okból pattant ki a fejemben még valamikor tavaly nyáron, hogy az e területen szívvel, lélekkel keményen dolgozó emberek is megérdemelnék az erkölcsi elismerést. Majd ezzel az ötletemmel megkerestem Varga Károlyné Edit nénit, aki azonnal a segítségemre volt és támogatott mindenben. Ezt hálásan köszönöm. Hát így született meg igazából a Berger Károly díj, melyet a Balaton felvidék
és a Tapolcai medence térségében élő, vagy e területen tevékenykedő barlangászok, barlangkutatók, idegenvezetők és geotúravezetők kiemelkedő lelkiismeretes munkájáért adunk. A névválasztás azért Berger Károlyra esett, mivel ő volt Tapolca városunk barlangturisztikai atya az 1910-es évektől egészen 1944-ig. Ugye neki is nagyon sokat köszönhetünk, mi barlangászok is. Ezenkívül pedig még szeretnék köszönetet mondani Varga Károly Eritnénnek még egyszer, aki kurátorként van jelen, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságának, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatójának Puskás Zoltánnak, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park küldöttjének Ancsin Gergelynek szintén kurátorként, a Tapolcai Tavasbarlang vezetőjének, Zagyva Fazekas Veronikának, aki szintén kurátorként van jelen, a Tapolcai Tuninform iroda vezetőjének Bőröndi Tamásnak, szintén kurátorként, Tapolca város önkormányzatának, Tapolca város polgármesterének Dobó Zoltánnak, aki szintén kurátorként van itt, Tapolca város alpolgármesterének Pass Sándornak, Tapolca város alpolgármesterének Puskás Ákosnak és a jelenlévő médiának is. Köszönöm szépen! Dobó Zoltán polgármester elismeréssel szólt mindazokról, akik olyan bátrak, hogy a föld mélyébe ereszkedjenek, és amit ott találnak, megosszák velünk. Nagyon örülök neki, hogy ez a kezdeményezés létrejött és szárba szökkent, és a várost az eddigi ismeretek mellett nagyon sok híres itteni barlangásszal tudja majd ez a díj is gazdagítani. Ez egy eléggé zárt közösség, hogyha nagyon-nagyon csúnyán és hivatalosan akarnék fogalmazni, akkor mondhatnánk azt is, hogy egy szubkulturális közösség. A maguk szabályai és érdeklődése mentén szerveződő közösség. Ugyanakkor a világ rejtett kincseit mutatjátok meg nekünk, hiszen nekem sem bátorságom, sem semmi olyan tulajdonságom nem áll rendelkezésre, amely méltóvá tenne arra, hogy barlangász legyek. Viszont az érdeklődésem a föld alatti világ iránt határtalan, és az a sok-sok kép, amik előkerülnek a munkásságotok során, azt viszont érdeklődve olvasom, nézegetem, forgatom, pláne azért, mert tapolcai vagyok, és mindez Tapolca alatt a várossal szervesen összenőtt, és azt mondhatjuk, hogy ma már Tapolca a barlangjáról ismert, akár a gyógybarlang tekintetében, akár a mindenki által látogatható tavasbarlang tekintetében. A Berger Károly díjat elsőként a kuratórium Talabér Ádám Andrásnak, a Tavasbarlang Látogatóközpont fiatalon elhunyt munkatársának ítélte oda. Talabér Ádám András az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen végzett okleveles geográfusként. Gyermekkorától kezdve érdeklődve fordult a teremtett világ felé. A legkisebb élőlényektől a vulkánok kialakulásáig szinte minden érdekelte a minket körülvevő világból. 2017 tavaszától dolgozott a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságánál, ezen belül is a Tapolcai Tavasbarlang Látogatóközpontban. Ádám tárlatvezetései során mindig nagy szeretettel adta tovább a tudását a barlangba érkező vendégeknek. Saját magát és kollégáit is folyamatos fejlődésre ösztönözte. Magával ragadó személyisége, vidám természete, udvarias, segítőkész attitűdje miatt nagyon sokan szerették, és kegyelettel őrzik szívükben az emlékét. Díjat vehetett át Károly Margit. Károly Margit 2006 óta 16 éve dolgozik a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságánál a Tapolcai Tavasbarlangban. A kitüntetett először pénztáros és tárlatvezető munkakörben bizonyított, később csoportvezető helyettessé léptették elő. Munkáját mindig lelkiismeretesen, precízen, pontosan végzi, mindig szem előtt tartva a Balatonfelvidéki Nemzeti Park érdekeit. Szeret emberek között és emberekkel együtt dolgozni. A Tapolcai Tavasbarlangot is a szívügyeként kezeli. Szintén kiérdemelte az elismerést Szilaj Rezső. Szilaj Rezső a barlangkutatásban elért kiváló, kitartó és lelkiismeretes munkájáért vette át a díjat. Elhangzott számtalan gyakornok cseperedett fel a barlangász kezei alatt, akikkel hihetetlen türelemmel és szeretettel bánt s bánik a mai napig. 30 éve végzett folyamatos kutatói munkája méltóvá teszi a díjra. A díját adó vendégei az ünnepséget követően részt vettek a városnapi ünnepségen is.
a Vas Albert Könyvtár és Múzeum gyermek részlege a Költészet napja tiszteletére ismét meghirdette a nagy hagyományokkal rendelkező Költészet napi szavaló versenyét. Több mint egy héten át vers ünnep volt a Vas Albert Könyvtár és Múzeum gyermek részlegén. Több száz óvodás, kisiskolás és felső tagozatos mérettette meg magát, készült szülei vagy pedagógusai segítségével a megmérettetésre. Az egész várost megmozgató, sőt a környék iskoláit is bevonó nagyszabású versenyt idén is Vasáros Ferencné gyermekkönyvtáros koordinálta. Nem tudom, aki a tankönyveimet írja, engem milyennek képzel el. Tudatni szeretném vele. Nem vagyok kísérleti nyúl, bár szervezetem elég sok megpróbáltatást elvisel. Süt a nap, dél van. Anya ordít. Akármit mondok, mindent ellenem fordít. Nem érdeklik a grimaszok, nem hagyja meg, hogy kristály tiszta a múltam. Azt állítja. Egészen megbolondultam. Most már állandóan szerelmes vagyok, mintha rögtön felállni kellene. Úgy izgulok. Legjobb, ha sétálni megyek, és csak későn érek haza. Ilyenkor nem idegesít, ha anyunak vagy apunak van igaza. Legtöbbször nem hallom, csak látom, szólnak valamit. Nem merem bevallani még nekik, hogy megtaláltam már az igazit, mert kiakadnak, hogy ez is csak újabb, olcsó kifogás arra, miért nem tanulok. Vagy elmagyarázzák nekem, hogy megszédítettek a hormonok. Inkább kerülöm őket, ha lehet. Leülök valahol, és nézem az eget. Egymással foglalkozzanak, engem neveltek eleget. Felvételeink a felső tagozatosok versenynapján készültek, ahol a klasszikus szerzők Szabó Lőrinc, Vas Albert, Dzsida Jenő, Váci Mihály, Petőfi Sándor mellett kortárs szerzők művei is elhangzottak. Varró Dániel, Lackfi János és Szabó T. Anna is kedvelt volt a verselők körében. Egyéb iránt valamennyi korosztályra jellemző volt, hogy szívesen válogattak a magyar irodalom nagyjainak ismert és kevésbé ismert költőitől. A végeredmény így alakult. Az óvodások versenye. Első Hegyi Dorina, Kardos Nimród és Kázsmér Péter. Második Kerényi László Zsolt, Török Vanda és Vidosa Zsófia. Harmadik Barca Lóránt Levente, Sarkadi Gellért és Varga Hunor András. Az első osztályosoknál első Steiner Noémi, második Bátai Szalai Nándor, harmadik Szűcs Rebeka. Második osztályosok, első Balog Johanna, második Karácsony Benett, Kóródi Álmos. Harmadik Bolla Fruzsina, Friss Konrád és Kónya Boglárka. Harmadik osztály, első Bíró Tamás, második Illés Csenge, harmadik Horváth Hanna és Zsidaréka. Negyedik osztály, első Szabó Vivien, második Bognár Luca, harmadik Szabó Ákos. Ötödik-hatodik osztály, első Farkas Máté Tamás, második Kitli Jázmin, harmadik Bódis Boglárka és Stankovics Zalán. Hetedik-nyolcadik osztály, első Ambrus Lelle Sára, második Piller Zsombor, harmadik Német Emília. Mindeközben nem csak egymással versengtek a diákok, de egy értékes élménnyel is gazdagabbak lettek, hiszen a gyermek részlegre érkezett a Titkos Kalendárium című kiállítás. A Móra könyvkiadó Fekete István születésének 120. évfordulója alkalmából indította útjára az országos vándorkiállítást, amelynek jelenlegi állomása a Vas Albert könyvtár. A kiállítás középpontjában egy az évszakokat ábrázoló nagy fa áll, melyhez egy társasjáték kapcsolódik, illetve van egy QR-kódos játék, ahol a természet és az állatok hangjait lehet kitalálni, de diafilmek és bábok is láthatók a kiállításon. A 11 tablón található Fekete István idézetek a természet nyelvén szólítják meg az olvasókat, de számos könyve, az életútjával foglalkozó írások és egy digitális fotóalbum is várja az érdeklődőket. A kiállítás április 9-ig még megtekinthető. A krónika végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Választás. Helyi történések. Dr. Navracsis Tibor győzelme. Kezdődnek az út, járda és parkoló felújítások. Felkészül a Juhász Gyula utca. Városnapja. Kitüntetések átadása. Föld alatti csodavilág szerelmesei. Berger Károly díj. Szavalóverseny. És vándorkiállítás a gyermekkönyvtárban.
Kedves nézőink, köszönöm kitüntető figyelmüket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!